2021-es költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése, amely a járványügyi készültség fenntartása mellett is biztosítja a gyermeket nevelő családok támogatását, a nyugdíjasok védelmét és a biztonság megőrzését. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek ez a nyújtott támogatást, az országgyűlési képviselőkét, a Fidesz és a KDNP frakcióinak, a tagjainak, az állami számvőszék, a költségvetési tanácsnak a munkáját, valamint nyilván a kollégáimét is. Ezzel lehetővé tették azt, hogy ebben az évben is a nyári szünet előtt fogadjuk el a következő évi költségvetést. Ugye a mai parlamenti napon a kormánypárti frakciók elfogadták a jövő évi büdzsét, és néhány mondatot szintén ezzel kapcsolatban engedjenek meg. Ugye egy költségvetés szerkezete és struktúrája, amikor akár a frakciók erről vitatkoztak, az mindenképpen megmutatja, hogy hogy állnak a közös dolgaink, és hol vannak a hangsúlyok, hol lesznek a hangsúlyok. És abban egyetértés mutatkozott, hogy a jövő évi gazdaságvédelmi költségvetés legfőbb céljait eléri. Engedjék meg, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának nevében is elmondjuk a véleményünket a költségvetésről. Megszavaztuk a költségvetést, mert egy felelősen végiggondolt költségvetést szavazhattunk meg. Egy költségvetés az mindig hitvallás valamilyen értékek mellett, és hitvallás a kormánypártok és a frakciók részéről is, hitvallás a baloldali frakciók részéről is. Ahogyan Kocsis Máté képviselőtársam, frakcióvezetőtársam elmondta, valóban szomorú, hogy a baloldalra nem lehetett számítani most sem. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok az értékek, amelyek a KDNP számára fontosak, azok természetesen visszaköszönnek a költségvetésben. A számok nyelvén való hitvallás egyértelmű, és ezért is tudtuk támogatni és szavaztuk meg az előttünk fekvő költségvetést. A mostani válsághelyzet kezelése, ahogyan Varga Mihály pénzügyminiszter és Kocsis Máté frakcióvezető úr elmondta, az emberek pártján áll, az embereket segíti, a családokat támogatja, a családok védelmére szán nagyon komoly forrásokat, mint egy 2295 milliárd forintot, tehát a családok támogatására jelentős összeg áll, és segíteni kíván a családokon. Ugyanakkor a gazdaság védelmét is ellátja, és a munkahelyek védelmét is igyekszik ellátni, sőt, gazdasági növekedést, újraindítást akar elérni a gazdaság területén és ebben az ágazatban.